Tokaj, újra itt a hegyen. Azért találkoztam egy-két futóval, terepfutóval, hát elég jól nyomják. Az a baj, utálok futni. Meg még nem is szabad, még le kéne adni legalább, hogy hát 6-7-8 kilót. Ez csak egy tipp volt. Ilyenkor jó egy kis szőlőcukor energiát ad, illetve egy kis balatonszelet, helyett egy kis banán. Mondjuk a balatonszelet se rossz, mert csoki márfoly felszívódik gyorsan, és akkor hirtelen energiát ad. Hát felfelé az út szerintem. Bicaj nélkül egy ilyen, hát nem tudom mennyi volt, vagy két éve, egy ilyen 35-45 perc talán. Bicaj a picikét lassabban indul meg, hát enni, inni meg kell állni. Illetve ezt a egy-két felvételt rögzíteni. Ó, nem már, arra lesz a hád. Bal vagy jobb, és mind a kettő arra vezet, úgy látom. De a, hát a jobbos nekem az nem annyira meredek. A balos inkább csak gyalog. Reméljük egy helyre vezet. A két út, várjunk. Jaha. Ó, az ugyanaz. De mintha erre kéne menni a piros jelzés fele. Turistától. Erre. A zöld. Tudnám mit jelent. Vagy a piros, a tilos. A zöld. Itt aztán elég jó kis köves. Hát a bringa ezt nem fogja lájkolni. Meg én sem. Itt kell aztán a bicajt repülőüzemmódra kapcsolni. Ó, elnéztem, nem a másik út a jobb. Csak egyfele megyünk felfele. Azért 13 kilót, meg egy 5 kilós hátizsák jönni. Nem majd egyszerű. Hogy emelni kell. Aha. Hát ez egy kis út. Jobbról, nem baj. Néha nehezebb a jobb. Utána már a könnyebb, az már egyszerűbben fog menni. Ó, mennyi jobb itt a hűvösben.